Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Ez itt a Több-kevesebb, a Spirit FM gazdasági magazinja, a mikrofonnál Rónai Egon, a mai szerkesztő pedig Hazafi Zsolt. Jó napot kívánunk mindannyiuknak. Valóban jó üzlete az azeri gázüzlet. Szijjártó Péter nagyra törő gondolatokat fogalmazott meg a gázüzlet bejelentésekor. Azóta egy kicsikét a helyére kerülni látszanak a dolgok, de ideje, hogy rendet rakjunk ebben. Voltak éppen mit vásárolt a magyar állam, milyen jogokat és milyen összegekért kaphatunk gázt, hogyha rászorulunk, vagy hogyha csak úgy normál módon megvásárolni akarjuk. Hortai Olivért fogjuk erről kérdezni, aztán Farkas András nyugdíjszakértőt faggatom arról, hogy a magyar nyugdíjak adóztatása eljöhet-e mostanában. Ez egy erős cím, én kétségtelenül annak gondolom, viszont egyáltalán nem biztos, hogy ez itt van a napokban, és hogy ez mostanában aktuális, na ezt is megtudjuk majd mindjárt. Aztán van egy másik témánk, ami a forint mozgásáról szól, mert hogy leföl-ugrál, korrigál, és aztán ismét emelkedik, megint visszaerősödik. Szóval valami történik a forinttal, de ennek a magyarázatát látszólag nem tudjuk. A politika nyilván ebben benne van, meg nyilván a spekuláció is, de majd megtudjuk, hogy hogy látja a szakértő. És beszélünk arról is, hogy megy fel a benzin, meg a gázolajára. A gázolajé még jobban is, mint a benziné. Megint hatossal kezdődnek a számok a benzinkutakon. És volt egy mondata a Bujdos Eszternek, aki a téma szakértője, hogy 3 héttel ezelőtt, ami úgy szólt, hogy majd amikor vége a választási időszaknak, akkor lesz nem ulas, hát hogy nem ulas-e ez már. Ezt is megkérdezem, meg azt is, hogy miből gondolt, hogy a választások befolyásolják a benzin meg a gázolaj árát, de akkor először is jó döntése a kormány azeri gázüzlete. Erről beszélgetünk Hortai Olivérrel, a Századvég energia és klímapolitikai üzletág vezetőjével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Valójában milyen üzletet kötött Magyarország, miről szól ez? A rendelkezésre álló információk alapján ez egyelőre jó üzletnek tűnik. A tranzakció az egy 5-4%-os tulajdonrészre vonatkozik a Shah Deniz azeri gázmező kitermelési és értékesítési vállalataiban. És hát az elmúlt időszakban valóban sok cikk született, ami ennek a hátterét igyekezett feltárni. Ezek közül sokat én is olvastam. Szerintem ezt a vitát érdemes szétszálazni. Koncepcionálisan negatív kritikát én nem nagyon olvastam. Abban mindenki egyetért, hogy az, hogy az MVM képes volt tulajdonrészt szerezni a két vállalatban, az mind a magyar külpolitikának, mind magának az MVM-nek egy nagy sikere. Ezzel a magyar állami tulajdonú vállalat egy olyan elit klubba került be, aminek korábban nem volt tagja. A következő kérdés, hogy ez mennyiben éri meg az MVM-nek, és itt már olvashatunk kritikusabb hangvételű cikkeket is. Szerintem erre a kérdésre az őszinte válasz az az, hogy egyelőre nem tudjuk, tudnilik nem ismert a vételár. Erre vonatkozóan olvashatóak voltak becslések, de szerintem ezeknek a megbízhatósága alacsony, tudnélik egy 10 évvel ezelőtti norvég-maláj tranzakción alapulnak, és 10 évvel ezelőtt a gázpiac nagyon más volt, mint ma. Én azt gondolom, hogy érdemes várni egy picit, amíg kiderül, hogy mennyiért juthatott hozzá az MVM. Azért azt kimondhatjuk, hogy 10 évvel ezelőtt sem volt olcsó földgázmezőt vásárolni, gondolom. Igen, ez kétségtelen. Igen, az a 10 évvel ezelőtti tranzakció az ugyanezen a gázmezőn a norvég Equinor és a maláj Petronas között született, és 15,5%-os részesedésre vonatkozott, 2,25 milliárd dollárért cserélt gazdát ez a részesedés. Úgyhogy ez a vita második pontja. A harmadik, és talán itt van a legtöbb érv pró és kontra, hogy a tranzakció mennyiben járul hozzá Magyarország ellátás biztonságához. És itt is talán érdemes ezt két szempontból is tárgyalni. Az egyik a gazdasági kérdések, a másik pedig a fizikai
ellátásbiztonsági kérdések. Gazdasági oldalról szerintem, ami egy elsődleges kérdés, hogy az MVM, és erre szintén egyelőre nincs információnk, hogy az MVM kötötte megosztási szerződést azokkal a vállalatokkal, amelyekben tulajdonrészt szerzett, azaz gázhoz jut-e, vagy majd a gáz értékesítéséből származó nyereségből részesül. Hogyha az utóbbi eset áll fönn, akkor azok a kérdéskörök, amik felmerültek a korábbi cikkekben, hogy a gázt hol lesz képes eladni az MVM, milyen útvonalon, milyen országba juttatja el, azok egyáltalán nem merülnek föl. Hogyha született, ebben az esetben is egyébként a tulajdonrész az fedezetet kínál az MVM számára, tehát a kockázatokat csökkenti, hiszen Magyarország, illetve a Magyar Állami Gázvállalat rendelkezik jóval, a jelenleginél jóval nagyobb kitermelési mennyiséggel, tehát hogyha megemelkednek a gázárak, akkor azon az oldalon bevételhez jut, és az importból származó költségek növekedése kevésbé érinti. Hogyha megosztásos szerződést kötött, akkor kinyílik a fizikai ellátás biztonsággal, vagy ahhoz való hozzájárulással kapcsolatos kérdéskör. És hát itt különböző spekulatív cikkeket lehetett olvasni arra vonatkozóan, hogy milyen útvonalon juttathatja el az MVM a gázt Magyarországra. A tranzakció bejelentésekor a déli gázfolyosó merült föl, mint lehetséges útvonal. Ezen rövid távon a kapacitások le vannak kötve, ebben semmilyen különlegesség nincs, az európai piacon az ellátás jelenleg nagyon feszes, úgyhogy a kereskedők a rendelkezésre álló kapacitásokat rövid távon lekötik. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is korai még spekulatív vagy bármilyen állást foglalni. Tudnélik, nagyon jelentős kapacitásfejlesztési tervek vannak az adott régióban, és ráadásul közép-hosszú távon felszabadulhatnak azok a kapacitások, amelyek rövid távon le vannak. Ha jól értem azt a képletet, amit itt most nekünk összeállított, akkor ez nagyjából úgy van, hogy ha szerencsénk van, akkor egy ilyen komplex egészben látja a kormány is, meg az MVM is a jövőt, és akkor itt kiegészítő elemek csatlakoznak ehhez a vásárláshoz, és lehet ez jó. Ha nincs szerencsénk, akkor ez a vásárlás ez önmagában áll, és aztán majd meglátjuk, hogy üzlet lesz, vagy bukta. Én ezt nem teljesen a szerencse számlájára írnám. Én azt gondolom, hogy a tranzakció a rendelkezésre álló információk alapján általánosságban egy jó hír. Kérdés, hogy mi lesz a funkciója a Magyar Energia Mixben, hogy ez elsősorban egy pénzügyi fedezetet kínál az MVM számára, és ezen keresztül a magyar energiaellátás számára, vagy egy fizikai fedezetet is. Ezt még sajnos nem lehet a rendelkezésre. Az normális, hogy ennyire keveset tudunk? Hogy nem tudjuk a szerződést, nem tudjuk a részleteit, nem tudjuk a vételárat, nem tudjuk a konkrét terveket, hogy hogyan lesz a folytatás. Ez így rendben van? Én azt gondolom, hogy ez nem egy különleges helyzet. Tehát az, hogy mekkora volt a vételár, az én véleményem szerint nem sokára ki fog derülni, legkésőbb az MVM legközelebbi beszámolójából. Az, hogy megosztásos szerződés születette, ugyanebből a beszámolóból szintén ki fog derülni. Az pedig, hogy milyen útvonalon jut majd el a gáz Magyarországra vagy bármely más országba, az pedig részben a régióban zajló kapacitás fejlesztéseknek is a függvénye. Ezzel kapcsolatban szerintem kár lenne előre ígéreteket tenni bármelyik félnek. Tudni, hogy könnyen lehet, hogy egy, két vagy akár három év múlva az infrastruktúrális adottságok teljesen mások lesznek, mint most, és ezért észszerűbb lesz változtatni a jelenlegi terveken. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta nekünk. Egy kicsit világosabb a kép, az egy más kérdés, ugyanúgy nem tudjuk még, hogy mekkora ez az üzlet. Bízunk benne, hogy jó üzletet kötött Szijjártó Péter és a magyar kormány, meg az MVM maga, mert hiszen itt a lebonyolító az majd az MVM lesz. Hortai Olivér, a Századvég energia és klímapolitikai üzletág vezetője állt rendelkezésünkre. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal.
Néhány héttel ezelőtt Bujdos Eszterrel beszélgettünk, tudják, holtankoljak.hu rendszeresen vendége ennek a műsornak, és akkor is a benzin meg a gázárakról, már a dízel olajról, gázárakról az előbb beszélgettem. Szóval a benzin meg a gázolajárakról beszélgettünk, és akkor azt mondta Bujdos Eszter, hogy hát majd a választás után meglátjuk. Hát most itt vagyunk a választás után, és bizony meglátjuk, hogy már nem ötössel, hanem hatossal kezdődnek a kutakon az árak, akár benzin, akár gázolaj, sőt, a gázolajára az most jelentősebben emelkedett, mint a benziné. Miből gondolta vajon Bujdos Eszter, hogy a választás befolyásolja a benzin árát? Jó napot kívánok, itt van a vonalban, meg is tudom kérdezni. Jó napot kívánok, én is üdvözlöm itt a hallgatókat. Hát kicsit a forgatókönyv hasonló volt az előző választásokhoz viszonyítva, és hát volt egy ilyen sejtésünk, hogy ez csupán a kommunikációs propaganda része, ez a nagyjából 50 forintos árcsökkenés, amit tapasztalhattunk itt május folyamán a benzin és a gázolaj esetében. Nyilván sokat segített a helyzeten az, hogy itt a szereplőknek is kellett ebben elég komoly részt vállalni, már ami a csökkentést illeti, de az egy szerencsés helyzet volt, hogy éppen ebben az időszakban az olajára is egy csökkenő tendenciát vett, úgyhogy ez is segített abban, hogy ezt meg lehetett valósítani, ezt a hangzatos úgymond árcsökkenést, és hát ahogy ráfordultunk a választásokat követő hétre, azonnal elindult a emelkedő tendencia, és érdekes módon valahogy az olajárában is, tehát a Brent fordonkénti ára az azóta is tartósan a 85 dolláros árszinten mocorog, de hogyha csak egy ilyen rövid összegzést akarunk nézni, és hát nem riogatásképpen, de mégiscsak 6 nap alatt a benzin 11 forintot emelkedett, a gázolaj pedig 26 forintot. Bizony, az nem mindegy. Ugye, itt most azt kell összevetni, legalábbis a kormány a választás előtt még ezt követelte meg a piaci szereplőktől, leginkább a MOL-tól, mert utána mentek a többiek nyilván, hogy a benzinár rangsorban Magyarország minimum a középen legyen, hogyha nem éppen a környező országokhoz képest a legolcsóbbak között. És hogyha így nézzük, akkor valójában most is ott tartunk, hogy nagyjából a közepetáján vagyunk, igaz? Igen, hiszen az olajára és annak a mozgása az érintette a környező országokat is. Itt most a kérdés az, hogy a forint gyengülés az nyilván minket ilyen szempontból negatívan fog érinteni, hiszen itt akkor elképzelhető, hogy a középmezőnyből, vagy a legolcsóbbak közül a középmezőnybe, vagy a fölé is emelkedhetnek majd az átlagárak, de most minden ország tartja ezt az árszintet, tehát nem vagyunk kiugróan magasak az árak tekintetében, de tény az, hogy a forint is gyengékedik a dollárral szemben, úgyhogy ez megint csak hozzáadódott az áremelkedés. Nagyjából úgy van, hogy Szerbiában olyan 50 forinttal drágább, Romániában 50 forinttal olcsóbb a benzin meg a gázolaj, mint ahogy az nálunk van. És hát igen, ezekben semmi változás nincsen. Hogyha ha azzal számolunk, hogy milyen tendenciák mutatkoznak a nemzetközi piacon, meg hogy a forint, majd erről úgy is lesz ebben az adásban még szó, hogyan motorozik különböző árfolyamok között, akkor ön rosszra számít? Az olajára tekintve azért azt már éveleje óta beszélgetjük, hogy itt az amerikai választások azért komoly hatással lehetnek a piaci viszonyokra, hiszen az amerikai választásnál nagyon fontos szerepet játszik az, hogy ott november, illetve hát a nyári időszak és ősszel milyen áron tankolhatnak az amerikaiak, tehát ők le akarják tolni az olajár szintjét, amennyire csak lehet, amivel aztán az OPEC országok próbálnak meg ellentételezni, vagy ellensúlyozni olyan szempontból, hogy játszanak a kitermelt olaj mennyiségével, hát úgy értem, hogy játszanak, hogy folyamatosan figyelve a piacot meghatározzák a kitermelt olaj mennyiségét, ami alapján ők inkább felfelé szeretnék tolni ezt az olajárat, de elemzői várakozások is már a jövő év első negyedévére is nem látnak magasabb olajárakat, mint a 85 dollár, tehát a 100 dollár az tényleg nem egy reális félelem az olajár tekintetében, hanem ez a 75 és 85 dollár közötti árszint, amit itt nálunk majd nyilván az fog jelentősen meghatározni, hogy a forint aztán ehhez mérten hogyan alakul. De ez a 600 forint plusz-minusz 10-20 forintos átlagár, én azt gondolom, hogy egy teljesen
reális várakozás itt a következő időszakban. Most egyébként az olajár hordunk ki 84-37, úgyhogy nagyjából a 85-ös plafon közelében van. Hogyha így nézzük, akkor valóban ott vagyunk, ahol a várakozások ezt előírják. Vagy aztán mondjuk a világpolitika hogyan szól bele, ugye lesz-e izraeli támadás Libanonnal szemben, ahogy azt az izraeliek jelezték, hogy totális Hezbollah elleni támadásra készülnek, vagy éppen mi történik az orosz-ukrán háborúban, ugye az ukránok szétlőttek néhány olajterminált orosz területen. Szóval itt azért sok kérdés van. Igazából nem is nálunk van a bölcsek köve, hanem ennyire kiszolgáltatott a piac a nemzetközi folyamatoknak? Igen, ennyire kiszolgáltatott a piac, de mondjuk akár egy közel-keleti komolyabb konfliktus is azt mutatta mondjuk az eddigi tapasztalatok alapján, hogy egy néhány hétre mondjuk kibillentette az olajárát, de ami a legutolsó ilyen nagyobb kibillentés volt, az az orosz-ukrán háború kezdete 2,5 évvel ezelőtt, amikor tényleg a $100 fölé is fölment az olaj, és onnan nagyon nehezen talált vissza erre a $80 szintre. Itt most egyik közel-keleti konfliktus sem tudta ilyen magaslatokba emelni az olajárát. Tehát, úgyhogy nyilván nem szeretne senki se háborús konfliktusokról beszélni, de ettől függetlenül benne van a pakliba, de én nem gondolom, hogy mondjuk egy ilyen 700-800 forintos üzemanyagáraktól tartanunk kellene. Köszönöm szépen, ez volt a jó hír ebben a beszélgetésben, legyen igaz, általában az szokott történni, amit kivéve egyszer még nagyon régen, amikor számon is kértem, emlékszik, hogy hát most mi történik? Igen. De hát akkor, hát néha becsúszik egy akkor is az volt, hogy valaki belenyúlt a folyamatokba, amikkel nem lehetett számolni előre. Úgyhogy most reméljük, hogy nem történik semmi, és akkor hivatkozási alap lesz megint, amit mondott. Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője volt a vonalban. Köszönöm. Én is, viszontlátásra. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Nyugdíjügyekben az ember nyugdíjgurut hív, itt is van a vonalban. Jó napot kívánok Farkas András nyugdíjszakértőnek. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Itt van előttem egy cikk, a divine.hu írta meg, Kálmán Szonya jegyzi, és azt írja a cím már maga, hogy a magyar nyugdíjak adóztatása jöhet. És akkor az ember így megpróbálja ezt megérteni, hogy mire tetszik gondolni, és a bruttó nyugdíjszámításra gondolunk, és pont önre hivatkozik. Így van, most van elvileg a határideje lassan annak a társadalmi vitának, ami még el se kezdődött, és ami egy lehetséges magyar nyugdíjreform intézkedéseiről szólna, mert ezt a nyugdíjreformot elvileg már jövőre életbe is kéne léptetni, de mondom, még nyoma nincs hivatalosan ennek. Az én egyik javaslatom az volt, hogy a nyugdíjrendszer felbruttósítását most már végre meg kéne csinálni. Egyébként erre az összes anyag elkészült már 2016-ra, gyakorlatilag a hatályba léptetés előtt egy-két nappal született meg az a politikai döntés, hogy mégsem bruttósítjuk föl a magyar nyugdíjakat. Mi történne, bocsánat, nem mindenki érti nyilván, mi történik a nyugdíjasok nyugdíjával, ha felbruttósítják? Hát először is sokkal magasabb lesz, hiszen akkor meg kell határozni egy olyan speciális személyi jövedelemadó kulcsot, ami terhelhetné a nyugdíjakat, meg egy feltehetően kizárólag egészségbiztosítási célú járulékkulcsot, és ezekkel a kulcsokkal, meg adott esetben egy kis ösztönzéssel, akár még magasabb mértékben, meg kellene emelni a nyugdíjak összegét. Emlékezzünk talán arra, amikor 88-ba bejött a személyi jövedelemadó, akkor a jövedelmeket is felbruttósítottuk. Tehát a keresetek felbruttósítása ugyanilyen lenne a nyugdíjak. De ezzel nem az történne, csak hogy az állam az egyik zsebéből valamilyen jogcímen a másik zsebébe tesz át pénzt? Ennek egy csomó pozitív hozadéka lenne, az első mindjárt az lenne, hogy átláthatóbbá válna a nyugdíjrendszer. Mert a jelenleg attól olyan borzasztóan komplex, követhetetlen, hogy földi halandó ki nem igazodik rajta, hogy a bruttó keresetekből Magyarországon lassan a világon egyedül nettó nyugdíjösszeget kell kiszámolni. És ez egy borzasztóan bonyolult folyamat, tehát a 1988 óta szerzett összes bruttó keresetünket vissza kell nettósítani nagyon sok lépésből, és akkor lesz majd valamilyen nettó összegű nyugdíjunk. Ráadásul, ha csak nettó összegű a nyugdíjunk, akkor állandóan azzal lehet vádolni a nyugdíjas társadalom tagjait, hogy hát őket a társadalom többi része eltartja, hiszen ők nem fizetnek adót, nem fizetnek járulékot, ami persze így nem igaz, hiszen a nyugdíjas most is fizet egy csomó adót, hát ha bemegy a boltba, ugyanúgy kifizeti az áfát, meg a
különféle jövedéki adókat és egyéb tényezőket. De attól függetlenül, hogyha a bruttó nyugdíj lenne, mint egyébként hangsúlyozom a világ minden országában, kivéve Magyarországot, akkor egyszerűsödhet a nyugdíjrendszer, egy sor olyan lépés, amit nem lehetett eddig megtenni a nyugdíjrendszer bonyolultsága miatt, az megléphetővé válik, például az egyéni nyugdíjszámlák, amit a tényleges nyugdíjszámlák bevezetése is lehetségessé válna, és egyébként a nyugdíjas társadalom meg én szerintem összességében jobban járna, mert sokkal magasabb összegű nyugdíjat jelennének meg a számlák. Na jó, de a zsebében meg nem. Tehát nem biztos, végül is, hogyha levonja az állam azt, amit le kell vonni, akkor lehet, hogy a nettó ugyanannyi, mint a mostani nettó. Igen, de az én javaslatom van az van, hogy a bruttósítással együtt a nyugdíjrendszernek a további anomáliáit is kezelni kéne, például az elmúlt évtizedekben rendkívül lemaradt, régebben megállapított nyugdíjakat, ezzel egyidejűleg egy speciális kulcsal föl lehetne emelni, úgyhogy ez a borzasztó leszakadás, ami jellemzi a nyugdíjas társadalomnak több mint a felét, ugye ez a relatív elszegényedési folyamat, ezt is meg lehetne fordítani egyúttal a bruttósítás kapcsán. Itt az alapkérdés persze mindig az, hogy mi lesz a legkisebb nyugdíjakkal. Az alapkérdés mindig az, hogy mi lesz azokkal, akik elszegényednek a nyugdíjas éveik alatt, mert egyszerűen a nyugdíjuk nem fedezi a napi kiadásaikat, életkörülményeiket. Nekik ez megoldást jelenthetne? Pontosan erről beszélek, hogy akkor erre egy külön kulcsokkal meg lehetne tenni egyfajta ilyen valorizációs vagy értékkövetési korrekciót be lehetne vezetni. A régi nyugdíjasok emlékeznek rá, 2005-ben volt egy ilyen törvény, ami akkor ugyanezzel a problémával szembesültek a nyugdíjasok, hogy akiknek régebben, már ahhoz képest régebben állapították meg a nyugdíját, őnekik nagyon beszakadt a vásárlóértéke, és akkor kellett egy egyösszegű, viszonylag jelentős emelést megcsinálni, aztán három lépésbe került akkor sor 2005-2008 között. Most ha a bruttósítás mellett döntene a politikai akarat, akkor nyilván ezzel egyidejűleg ezt az emelési korrekciót is meg lehetne tenni, és utána magát a nyugdíj emelést is meg lehet úgy reformálni ennek a keretében, hogy ne termelődjön újra ez a bizonyos relatív elszegényedés, mert akikről beszélünk, az most 216 ezer ember, ők a szegénységi küszöb alatti nyugdíjat kapnak most is, az összes emelés 13. havi nyugdíj mindenféle plusz juttatás ellenére. Na de a költségvetés állapotáról gyakran beszélünk, mi is beszéltünk már ebben a műsorban az Európai Unió elvárásával kapcsolatban, amit a magyar kormány felé támasztott. Ugye ez a társadalmi kérdéskör, meg kell vizsgálni, vitára kell bocsájtani, és így tovább, az ebből következne. De a mostani költségvetési állapotban álmodhatunk szépeket, de miből finanszírozzuk? Ehhez nem nagyon kell álmodni, itt ez gyakorlatilag a méltányosság növelése, meg a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósági kérdéseinek a vizsgálata, az éppen oda fog vezetni, hogy nem fog többbe kerülni a nyugdíjrendszer, csak más elosztási rendszerbe lehet ezt megvalósítani. És ha például belegondolunk abba, hogy ma is, ha valaki mondjuk 100 forint nyugdíjemelést kap, abból a 100 forintból mindjárt visszaad 30-40 forintot az államnak a mostani adózási formájába, ha meg egy bruttósított nyugdíjrendszerbe kapná meg ezt a plusz 100 forint bruttó nyugdíjemelést, abból meg 50-60-70 forint is visszamenne a költségvetésbe, tehát egyfajta önfinanszírozó forrás bugyogásról lenne itt szó, amit egyébként bizonyít az európai nyugdíjrendszerek, ahol bruttó módon működnek a nyugdíjak. Az Európai Unió mit fog szólni ahhoz, hogy gyakorlatilag az ő nyugdíj koncepciója semmilyen módon nem tükröződik a magyar kormány gondolkodás módjában? Az Európai Uniónak nincs önálló nyugdíj koncepciója, hanem nemes egyszerűséggel a nemzeti szuverenitási hatáskörbe utalja a nyugdíjrendszereket. Ők azt a három dolgot szeretnék elérni minden egyes Európai Uniós tagállamban, hogy a nyugdíjak azok legyenek megfelelőek, tehát előzzék meg az időskori elszegényedést, legyenek fenntarthatóak hosszú távon is, tehát ne terheljék le a költségvetést, ne adósítsák el az adott államot, és a harmadik, hogy legyenek korszerűek, tehát egy átlátható olyan nyugdíjrendszer legyen, amit az összes tagja ért, és ami alapján a még nem nyugdíjasok képesek megtervezni. Hát ez nem előírás, de mégiscsak egyfajta koncepció, hogy hogyan kellene egy nyugdíjrendszert összerakni. Igen, hát ezt a Európai Uniós nyugdíjszakértők nagyon szépen és érthetően összefoglalják ezt az összes állam saját nyugdíjszakértőinek.
És az a baj, hogy ezt amikor le is írjuk, mint szakértők, szépen összefoglaljuk Magyarországon is, megvannak ezek a tervek. Gondolom az a nemzetközi szakértői csapat, amelyet fölkért a kormányzat az ígéretének megfelelően, az is szépen kifejtette az álláspontját, csak az a baj, hogy egyelőre ebből még semmi nem látszik a nyilvánosság előtt, sőt, még a szakmai nyilvánosság előtt sem, mert még nem látjuk, hogy melyek azok a javaslatok, amik egyáltalán napirendre kerülhetnek, és amiről elindulhatná egy komoly vita. Már az első mondatában is elmondta, hogy lassan lejár a határidő. Mit vállalt a magyar kormány, milyen határidővel? Erre a bizonyos konzultációra, ugye társadalmi egyeztetésnek hívják ebbe a terminológiába, azt június 30-áig kéne befejezni. És ugye most június 20-a van, és még el se kezdődött. Meg nyilván más dolgok volt. Nyilván más dolog van, és magára a reformra elvileg az 2025. március 31-én már a nyugdíjtörvénybe kellene belefoglalni, tehát hatályba kéne léptetni, mint jogszabály módosításokat, hát ennek egyelőre egyre kevesebb esélyét lehet látni. Úgy tűnik. Farkas András, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, viszont hallásra. Minden jót. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Ha valaki a nyaralására készül, akkor nyilván nagyjából látja, hogy hol lehet a forint árfolyama, valahol 390 és 400 között, a 400-at szerencsére nem érjük el, és a 390-et sem nagyon ütjük fölülről sajnos. De szerintem ez így nagyjából belőhető, ám ennek ellenére eléggé furcsa mozgásokat végez az elmúlt napokban a forint. Erre szokták mondani a szakértők, hogy ideges. És hogy mitől ideges a forint, ez iránt érdeklődöm Németh Dávidnál, a K&H Bank vezető elemzőjénél. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szép napot kívánok! Ugye itt látszik az, hogy volt ez 394 alatt is, mondjuk 19-én nem volt az olyan régen tegnap, és ma már láttuk 397-50 fölött is, úgyhogy azért ez egy elég jelentős mozgás ahhoz, hogy megkérdezzem, hogy mi történik? Hát például volt a héten egy jegybanki kamatdöntés, ahol 25 bázisponttal csökkentette a jegybank az alapkamatot. Ott két opció feküdt vagy hevert az asztalon. Alapvetően a döntés előtt ez a 25 és 50 volt, legalábbis leginkább még két héttel ezelőttig, mert azért már a múlt héten elég komoly gyengülésben volt a forint, és hogy haladtunk a kamatdöntés felé, azért már a piac is a 25-ös vágást várta csak, és ez így is történt, és ráadásul a jegybank egy nagyon komoly, azért szigorúbb hangvételű üzenetet fogalmazott meg, amiben mondta tisztán, hogy hát elképzelhető, hogy nem lesz most egy ideig kamatcsökkentés sem, mert hogy meg kell nézni, hogy milyen adatok jönnek. És ez az információ halmaz azért elkezdte erősíteni a forintot, csak hát közben azért a nemzetközi hangulat sem mindig túl jó, a dollár néha erősödik, nem volt túl szerencsés, hogy egy túlzott deficiteljárás is elindult az országgal szemben, bár ez se egy nagyon új hír, mert tudtuk, hogy el fog indulni, megsértjük azokat a szabályokat, amit az Európai Unió ezzel kapcsolatban támaszt az országok felé, tehát el kellett indítani ezt az eljárást, de mégis, amikor kijönnek ezek a hírek, akkor azért annak nem mindig örülnek a piacok. Úgyhogy emiatt újra elkezdett gyengülni a forint, a régióban is van valamekkora gyengélkedés, de azért a forint ez mostanában inkább alul teljesít, és látszik az, hogy egy-egy ilyen nemzetközi mozgásra most extrémen érzékeny a forint piaca, és nagyobb ingadozásokkal reagál rá. A Magyar Nemzeti Bank meg elkészítette a negyedéves előrejelzését, meg az inflációs jelentését. Ezt például mennyire figyelik a piacok, hogy hogy vélekedik a Nemzeti Bank az itthoni folyamatokról? Hát figyelik, nekik elsősorban abból a szempontból fontos, hogy milyen alapkamat, milyen kamatpályával, forgatókönyvvel lehet számolni a következő időszakban. Persze, hogyha egy-egy jelentést kiad, de ugye ez nem mindig van, hogy a költségvetést mélyebben értelmezi, vagy értékeli a jegybank, hogy ők milyen pályát látnak benne, akkor az is azért nagy figyelmet kap. Most egyelőre a jegybank ezzel kapcsolatban annyit mondott, hogy várják a költségvetésnek a kiigazítását, de nem volt róla több információt, inkább azokat az adatokat nézték most a nemzetközi piacokon, hogy milyen inflációs pályával, milyen növekedési pályával kalkulál a jegybank, illetve azt, hogy hát itt akár hosszabb ideig is 6% fölötti kamatok alakulhatnak ki, tehát most 7% az alapkamat, innen valamennyi vágás még jöhet, de azért nem
drasztikus vágási kamatperiódus előtt állunk. A szakértői konszenzus 6,75-re látja megérkezni és ott lezárni a csökkentési pályáját a Magyar Nemzeti Banknak. Egyetért velük? Én azt gondolom, hogy ennél lehet, hogy lesz benne több tér, mert meg kell nézni persze, hogy ha jön a kormánytól, akkor az milyen szerkezetű kiigazítási csomag lesz. Én azért abban bízom, hogy jön valami, és ez is egy picit tudja a kockázati felárunkat csökkenteni, illetve abban is gondolkodom, hiszen az amerikai adatok az elmúlt hetekben rendre gyengébbek voltak, mint a várakozások. Itt akár a munkaerőpiaci adatot nézzük, akár a kiskereskedelmi adatot. Ez úgy csapódott le az inflációban, hogy ez is egy picit alacsonyabb adat volt, mint amit várni lehetett. Ezek azért számomra megerősítették annak a lehetőségét, hogy szeptemberben az amerikai jegybank is elkezdi vágni a kamatot, és erre azért a magyar jegybank is reagálhat egy kamat hasonló mértékű kamatcsökkentéssel, tehát én a két kamatcsökkentésnek azért elég jó valószínűséget adok, ezzel 6,5% lenne évvégére a kamat, az alapkamat, és egy picit inkább lefelé kockázatot látok, tehát esetleg még egy harmadik kamatcsökkentés is beleférhet az idei évben. Az a lakosság számára mit jelentene? Jelentene-e bármit, vagy inkább ez egy számunkra hétköznapi hírfogyasztókra és bankbetét tulajdonosokra egyáltalán nem ható folyamat? Áttételes hatása az biztos lesz, hiszen az árfolyamra egyértelműen van hatása, de hát pont most a kormány meghosszabbította a kamat rögzítést, ugye a változó kamatozású hiteleknél, tehát azoknak, akiknek korábbról van változó kamatozású hitele, ezért most nem kell aggódnia egyelőre, hogy hol lesz a kamatszint a következő hónapokban, bár az évvégi az már érdekes lehet, mert évvégéig hosszabbította meg ezt a kamatstoppot a kormányzat. Tehát mondjuk, hogyha évvégén csak 6,5% lenne, és úgy dönt a kormány, hogy kivezeti ezt a kamat stoppot, akkor onnantól fogva 6,5%-ot kéne fizetni, de azt gondolom, ha meg nem vág eleket a jegybank, akkor meg fogja újra hosszabbítani a kormányzat ezt a kamatplafont, úgyhogy ilyen szempontból én a lakosságot egyelőre védettnek látom. Az új hiteleknél ott azért számít természetesen, hogy a változó kamatozású hitelt akar valaki most felvenni, akkor azt milyen kamaton tudja, illetve ott számíthat még, hogy a jegybank mennyire lesz hiteles ezzel a kamatpolitikájával, mert ha esetleg a 5-10 éves kamatokat ezzel lefelé tudja szorítani, mert elhiszik a piaci szereplők, hogy itt egy alacsonyabb inflációs környezet alakul ki, és később tud kamatot vágni a jegybank, az akár még kedvezhet is a lakossági hitelfelvevők számára, vagy a lakossági körben a hitelfelvevők számára, hiszen akkor egy 5-10 éves futamidejű fixálású kamatot azt olcsóbban tud megkapni, mint hogyha egy hiteltelen jegybankunk van, és nem viszi el a piac, és azt mondja, hogy hát itt még kamatot is kell később emelni. Úgyhogy akár egy kamattartás is vezethet abba az irányba, hogy aki 5-10 éves fixálású hitelt vesz fel, az olcsóbban tudja felvenni. Most ugye az az érdekes helyzet állt elő, hogy a kereskedelmi bankok inkább emelik a kamatokat, mint ahogy tovább csökkentenék. Volt egy csökkentési periódus, de mintha ezen túl lenne a piac. Ismét a 7% körüli kamatok kezdtek el többségében megjelenni. Hát sajnos ez így van, ugye, de ennek az is az oka, hogy volt egy olyan periódus, amikor ezeket a hiteleket veszteséggel helyezték ki a bankok, volt egy komoly verseny, de sajnos a piac az nem követte le ezeket a folyamatokat, mert mint hogy nem indult el egy további kamat csökkenés sem az 5 éves, sem a 10 éves hozam szintekben, hanem beragadt a 6,5-7% közötti szinten. És hát ezzel kell dolgozni a bankoknak is, és innentől fogva, hogyha folyamatosan ez alatt helyezi ki a hiteleket, akkor ez középtávon egy veszteséget generálna a bankok számára. Tehát ez az oka, hogyha jött volna továbbra is lefelé az 5-10 éves kamat környezet, akkor valószínűleg nem kellett volna emelni a kamatokat, de hát ezzel, hogy megtorpant ez a folyamat, innentől fogva nem akar senki sem veszteségesen. Senki sem a saját zsebe ellensége, nyilván a bankok sem, ez egy örök szabály, nem a banknak kell veszíteni a végén. De hát másképp meg nem kapnánk hitelt, úgyhogy ennek ez az értelme és ez a lényege. Németh Dávid, köszönöm szépen, a KNTH Bank vezető elemzőjét hallották a forint árfolyamról, meg a Magyar Nemzeti Bank árfolyam politikájáról, meg kamat politikájáról. Az árfolyam politikájáról valójában nem is beszéltünk.
Van még olyan a Nemzeti Banknak, Dávid? Van, de nem direktben árfolyam politikája, tehát ő nem fogja megmondani, hogy most 370 legyen a forint, vagy 410. Azt nézi, hogy egyrészt a stabilitást azt mindig szereti mindegyik egy bank alapvetően, de azt kell nézni, hogy mi az, ami átgyűrűződik az árfolyamból az inflációba. És ebből a szempontból sajnos nagyon rossz tapasztalatunk van az elmúlt két évről, mert amikor gyengült az árfolyam, akkor elég nagy mértékben pörgött az át az inflációba is. Tehát emiatt is gondolom azt, hogy a jegybank sokkal érzékenyebb jelen pillanatban a gyengülő árfolyam gyengülő árfolyammal szemben, mint mondjuk egy picit erősödő árfolyammal szemben. És ez önmagában egy konfliktust tud generálni folyamatosan a kormány és a jegybank között, mert a kormány meg messze nem olyan érzékeny arra, hogy most a forint az gyengül vagy nem. Viszont egy picit érzékenyebb lehet azzal szemben, hogy erősödik az árfolyam. Úgyhogy ez egy, hát egy ilyen fentmaradó, hosszabban is fentmaradó konfliktus forrássá tudja magát kinőni a kormányzat és a jegybank között. Köszönöm szépen ezt a kiegészítést, ezzel búcsúzom el. Öntől is, Németh Dávid, és a kedves hallgatóktól is egyúttal, hiszen ez a műsor vége. Ez volt a Több-Kevesebb Hazafi Zsolt szerkesztésében. Én Rónai Egon vagyok. Minden jót kívánok Önöknek. Viszont hallásra!